Meddig tart ez a furcsa éj, kettőnk titka, ha útra kél. Nincs más, csak szenvedély. Sorsom egészeként, lásd meg bennem az igazi fényt. Legyen így jó, örök emlék, szívemen súly, te már. Prof. Jó estét, művész úr. Jó estét, professzor úr. Milyen kellemes meglepetés. Beszélni szeretnék magával. Bocsánat. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Csak tippeltem, de annyit még én is tudok, hogy ez a hallgató kedvenc szórakozója. Jó estét. Jó estét. Mit hozhatok? Semmit. Köszönöm. Egy francia konyakot és egy forró csokoládét kérek. Dupla adag, tejjel, tejszínen nélkül. Aztán öntse össze a kettőt és szórjon rá őrött borsot. Nem fog felrobbanni? Nem. 16. Lajos is ezt itta. Persze nem ezért végezték. És utána mi történt? Utána kitört a forradalom. Szeretnék elnézést kérni a történtekért. Finoman fogalmazva, kicsit túlreagáltam a dolgot. Nem, semmi baj. Rajtam kívül még valakinek megmutatta a kéziratát? Nem. Úgy értem, hogy szakmabeli. Nem, és átgondoltam, amit mondott, teljesen igaza van. Első a diploma, aztán persze azt publikálok, amit csak akarok. Természetesen a saját felelősségemre is. Szakmabeliek alatt én most az okkultistákat értem. Nem. Mégpedig azért, mert nem ismerek egyetlen egy okkultistát sem, de... Miért olyan fontos ez magának? Mert veszélyben van az életem.